Elindult a regisztráció az online számlarendszerben. Dunaújváros is csatlakozott a 16. alkalommal megrendezett múzeumok éjszakájához. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Elindult a regisztráció az online számlarendszerben. A július 1-től kötelező számlaadatszolgáltatáshoz regisztrálnia kell mindenkinek, aki belföldi adóalanyok számára legalább 100 000 forint áfatartalmú számlát állít ki, akár számlázó programmal, akár számlatömbben. A NAV online számla felületén a mostantól elvégezhető regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférésre van szükség. Függetlenül attól, hogy a számlás számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki, mindenképpen regisztrálnia kell a NAV online számla rendszerében, hogy az adatszolgáltatást el lehessen végezni. A regisztrációs felület https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztráció. A regisztrációt annak kell elvégeznie, aki az adott vállalkozás nevében a NAV előtt törvényes képviselőként vagy állandó meghatalmazottként eljárhat. A NAV online számla aloldaláról két kattintással az ügyfélkapu bejelentkezési oldalára érkezik az, aki a vállalkozást képviseli, és aki sikeres azonosítás után megkezdheti a regisztrációt. Ennek eredményeként a regisztrációt végző személyéhez kapcsoltan létrejön egy elsődleges felhasználó, aki az adott adózó ügyeiben a webes felületen teljes körű intézkedési joggal rendelkezik. A számlázó programmal történő adatküldéshez az úgynevezett technikai felhasználót is létre kell hozni, amelyhez egy jelszó megadása, illetve a jogosultsági szint beállítása szükséges. A technikai felhasználó regisztrálása után lesznek hozzáférhetők a számlázó program és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges további technikai elemek. A rendszerről szóló információk, a regisztráció menetét bemutató leírás és videó, a gyakori kérdésekre adott válaszok a NAV honlapjáról elérhető online számla aloldalon találhatók. Kézműves foglalkozások, római kori játékok, jelmezek és menza intercizé. Az Interciza Múzeum is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, a múzeumok éjszakájához. A szervezők a római kőtár és fürdőben várták az érdeklődőket. A római kori katonák harci felszereléseit is felpróbálhatták azok, akik június 23-án kilátogattak a kőtárba a 16. alkalommal megrendezett múzeumok éjszakájára, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan Dunaújváros is csatlakozott. A családi délutánra rengetegen érkeztek. Nagyon jó ötlet, sokkal közelebb hozza a mai kor gyerekét, meg a felnőtteket is a múzeumhoz. Úgy gondolom, hogy olyan programokat próbálnak szervezni, ami mindenki számára élvezetes tud lenni, tehát nem csak vitrin mögött lehet valamit megnézni, hogy hogyan történt, vagy hogyan működött régen. Azért, mert itt arra gondoltam, hogy biztos jó sok érdekes dolog van, és ezért jöttünk ki, ezért érdeklődök iránta. Míg a kézműves asztaloknál római kori díszeket készítettek az érdeklődők, addig aki megéhezett és nyitott volt a római kort idéző ínyencségekre, megkóstolhatta a római szakácskönyv alapján készült ételeket, mint például a fűszeres uborkát, a zöldséges ragut vagy a gyümölcsös kölest. A rómaiak nagyon szerették a különböző ízeket fokozni, illetve vegyíteni. Hogyha valakit érdekel esetleg, vagy érdekelnek ezek a receptek, akkor az Apicius szakácskönyvében utána tud nekik nézni. Ez egy nagyon híres római, hát feltételezhetően szakács volt, aki nagyon szeretett főzni, rengeteg receptje van. Nyilván a mi ízlésünknek nem megfelelő, tehát ettek struczhúst, illetve vannak egészen extrémek a pávától kezdve, mindenféle krokodilhúsig, tehát mindent megettek a rómaiak, amit csak lehetett. Farkas Lajos, az Interciza Múzeum igazgató azt mondta, a múzeumok éjszakája a legkiválóbb alkalom arra, hogy a jövő nemzedékét gyakori múzeumlátogatóvá nevelje. Számomra minden látogató nagyon kedves, de én különösen örülök a gyerekeknek, mert ha ők ide szoknak és megszokják a múzeumot, megszokják történelmünket, akkor van folytonosság, van jövő, tehát van 30-40 év múlva is múzeum látogató, ami számomra, illetve a magyar társadalom számára nagyon fontos. Fontos, hogy családok
jöjjenek ki. Jöjjenek és lássák meg a gyerekek, hogy nagyszülőkkel, szülőkkel együtt hogyan lehet viszonyulni a magyar történelemhez. Ezt próbáljuk meglovagolni, és ezért nekünk nagyon, nagyon fontos az, hogy több korosztály számára is olyan elfogadható programokat tudjunk biztosítani, ami, hogy jó szájízzel távozzanak. Tehát nem az a klasszikus múzeum, vagyunk most itt, kint a kőtárban, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, itt mindent megfoghatnak. A családi délután kőtári éjszakával folytatódott, ahol többek között az Interciza Múzeum régészei tartottak előadást a római kori zenéről, illetve a paleolit táplálkozás mítoszáról. Tovább folytatódik az adócsökkentés, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Kifejtette, a héten beterjesztett adójogi változások azt mutatják, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke, amely 5 évvel ezelőtt még 27% volt, jövőre további 2%-kal 17,5%-ra csökken. Reményeik szerint pedig 4 év múlva a szociális hozzájárulási adó 11,5% lehet. Egyre többet vásárolnak az interneten a magyarok bankkártyával. Az első negyed évben 40%-kal több volt a belföldre és külföldre irányuló tranzakciók értéke, írja a Világgazdaság. A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint 2018 első negyedévében 262,8 milliárd forint értékben hajtottak végre a magyarok internetes megrendelésekhez kapcsolódóan tranzakciókat bankkártyáikkal. A mérés azt is kimutatta, hogy a boltokban gyakrabban kerülnek elő a kártyák a kisebb összegű vásárlásoknál is. Mintegy 220-an vették át diplomájukat a Dunaújvárosi Egyetemen péntek délelőtt. Az ünnepségen András István, az egyetem rektora az intézmény eredményeiről és jövőbeni terveiről is beszélt köszöntőjében. Minden erőmet arra használom, eskütétellel búcsúztak a hallgatók a Dunaújvárosi Egyetemtől az intézmény diploma átadó ünnepségén péntek délelőtt. A végzős diákok szép emlékekkel teli búcsút mondtak az egyetemi éveknek. Hát őszintén meg kell, hogy valljam, hogy a műszaki tantárgyak nem igen voltak a kedvenceim, mert nem vagyok műszaki beállítottságú, bár ugye műszaki menedzser szakon végeztem, minőségítési szakirányon. Ebből kifolyólag ezek eléggé nehezen mentek, nem éppen a kedvenc feladatom a géprajzkészítés és a társai, de hála az ének sikeresen vettem ezeket az akadályokat, és hát, mint ahogy említetted, már a kezembe tartatom a diplomámat. András István, az egyetem rektora elmondta, a diploma átadót mindig ünnepként élik meg az intézményben oktatók, dolgozók. Ez a nap a hosszú évek óta tartó munka beérett gyümölcse. Hát számunkra az a nagy öröm, hogy ma körülbelül 220 hallgatónak tudunk diplomát átadni, vagy záróvizsgai igazolást. Ez jelenti ilyenkor mindig a munkánk eredményét, hiszen ezért dolgozunk együtt a hallgatókkal, hogy a diplomát adó ünnepségen mindenki jó érzéssel tudja átvenni tőlünk az oklevelét. Az különösen nagy öröm számunkra, hogy most nőtt a nyelvvizsgával rendelkezők száma, tehát diplomát többen vesznek át, mint záróvizsgai igazolást, lényegesen többen, és ez egy örömteli tendencia az évek alatt, hogy ez mindig egyre szebb arányszámot mutat. Galambos Dénes miniszteri biztos úgy fogalmazott, Dunaújváros rendkívül fontos geopolitikai elhelyezkedéssel bír. Továbbá kiemelte, hogy a Dunaújvárosi Egyetem, mint alkalmazott tudományok egyeteme, a műszaki felsőoktatás prémium kategóriájába sorolható. Egy olyan képzőhely Dunaújváros Egyetem, amelynek a következő időszakban még nagyobb lesz a kisugárzása, hiszen a környezetünkben folyó nagy beruházások is, hogy szeretném kiemelni a Paks 2-nek a munkaerőigényét. Ez lesz az egyik fontos feladatunk, amelyet össze kell hangolnunk, és ezzel tudjuk biztosítani a szakember utánpótlást is, és magának az egyetemnek a hallgatói létszámát. Mind a kettő nagyon fontos. Az idei évben mintegy 220 hallgató vette át oklevelét a Dunaújvárosi Egyetem diploma átadóján. Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Elindult a regisztráció az online számlarendszerben. Dunaújváros is csatlakozott a 16. alkalommal megrendezett múzeumok éjszakájához. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak, mert Főczer Ramona jön a várható friss időjárás jelentéssel.
Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Hétfőn is változóan felhős napos, nyugaton szeles időre van kilátás. Elszórtan zápor, zivatar, főként a Dunántúlon és az ország északi-északkeleti felén alakulhat ki. Hajnalban 8-13, délután 20-25 fok várható. Kedden és szerdán is gyakran lesz élénk, néhol erős az északi szél. A napos időszakok mellett elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Erősödik a nappali felmelegedés, délutánonként 22-27 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!